A szépség része az életünknek, a természeti szép épp úgy, mint a művészi szép. A költészet esetében is erről van szó. Sok olyan magyar költőt tudnék említeni, akik számomra fontosak, és szeretem a verseiket, de talán Babits Mihály az, aki tartalmilag is és formailag is a legérdekesebb számomra. Mondhatnék olyan komoly verseket, mint a Jónás könyve vagy más, de én inkább egy kicsit játékos és mégis tartalommal bíró verset mondanék, az Ádász kutyámat. Ezt szeretném hallani, és ez az, aminek az üzenetét mindenkinek, aki ezt hallja, közvetíteni szeretném.